A Makkói Kulturális Intézmény aulája megtelt élettel, gyermekekkel és kézműves kiállítókkal. Immár a 8. éve szervezi meg a Hagymaházzal közösen, a Marosvidék Baráti Társaság tagjaival a tavaszi ünnepkörre hangolódva kézműves foglalkozást. Szilágyi Sándorné elárult, hogy egy héttel ezelőtt Apátfalván várták a gyermekeket a családi délelőtre, most hétvégén pedig a Marosparti városban. 26 kézműves van jelenleg. Ezek közül vannak olyanok, akik kiállítanak, majd meg lehet nézni ugye a kiállított tárgyakat, és vannak olyanok is, akik gyerekekkel foglalkoznak. Külön nagy öröm számomunkra, amikor a gyerekek mellé beülnek a szülők is, és akkor együtt ragaszgatják, festik a tojásokat, olyan jó végignézi, mindig szoktuk fotózni őket, és utána természetesen a Marosvidék folyóiratba megjelenthetjük ezeket a fotókat. Szorgos és kreatív gyermekek alkothattak az asztaloknál a kézművesek segítségével. Foglalkozásainkat a tavasz témakörébe válogattuk, így vannak meghívva a kézművesek is, tehát például lehet kaskötést nézni, de az egyik asztalnál ki is lehet próbálni, hogy vesszőből készült alapra egy kis kopogtatót készíteni. Aztán lehet csuhéból nyuszikát készíteni, tojást hímezni, vagy tojást festeni, mondjuk így, egyszerűbb formában. Itt vannak a foltvarók is, akik szintén nyuszikákat, tojásokat próbálnak varni a gyerekekkel. A fiatalok legnagyobb örömmel és odafigyeléssel készítették az asztaloknál a szebbnél szebb ünnepi díszeket. Szabó Dóri és Gáspár Gály Anka nagyon szeretnek kézműves foglalkozásokon részt venni. Lehetett csinálni ilyen csuhéjból ilyen fiú nyuszit, meg lány nyuszit, és lehetett csinálni tojásra ilyen szalvétából ilyen díszeket. Én festettem tojástot, meg ilyen szalvéta tojást csináltam, és csináltam még ilyen nyuszit, és most ilyen csibét csinálom. Az érdeklődők a kézműves portékákat is szemügyre vehették, illetve magukkal, az alkotókkal is lehetett beszélgetni a Hagymaházban. Jelen volt többek között a Csiga Mamák csigakészítő csoportja, valamint Simon Mihályné húsvéti dekorációit, illetve Kónya Istvánné csillogó figuráit is megtekinthették a jelenlévők. Mint kiderült, a kiállító, amióta nyugdíjas, különféle állatfigurákat és címereket is készít flitterből. Ezekkel körülbelül 10 éve foglalkozok, mióta nyugdíjas vagyok, vagy utána, és egy tojással kezdődött az egész. Ez Makó címere, ez most a legújabb, mert tavaly is voltunk itt a Hagymaházba, és eldöntöttem, hogy akkor az idén Makó címerét meg kell csinálni. Egy alapot csinálok neki, és akkor abba tűzgélem bele gombos tűvel egyesével a flittert. Kónya Istvánné férje pedig szabadidejében csontból fara különféle kisebb-nagyobb vadásstílusú díszeket, tárgyakat. De az Apátfalván tevékenykedő vígantalkas kötőmester is jelen volt, és megfigyelhették az érdeklődők, miközben dolgozik.